Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit, kívül-belül megújult a Batthyány rendelő. A mai adásunkban ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Bejárás a Batthyány utcai házi orvosi rendelőben. Az épület külső és belső megszépülése a Kékli György rendelőfelújítási programnak köszönhetően valósult meg. Cserpalkovics András polgármester elmondta, sokat köszönhet a város az alapellátásnak és a szakembereknek, ezért is szükséges a modernizálás. Pár évvel ezelőtt elfogadtuk egy 5 éves rendelőfelújítási programot. Kékli Györgyről neveztük el más egészségügyi támogatásokkal együtt ennek a programsorozatnak a nevét, és egy kicsit azt gondoljuk, hogy a szimbolikáját is, hiszen tudjuk, hogy neki rengeteget köszönhet Fehérvár egészségügye, mind ahogy mi rengeteget köszönhetünk az alapellátásnak és az alapellátásban dolgozó szakembereknek. Fontos, hogy az alapellátásban is modern rendelők, tiszta rendelők, biztonságos, akadálymentesített rendelők várják a fehérváriakat, és megfelelő modern eszközparkkal tudjuk ezt ellátni. Ugye részben Európai Uniós forrásokból valósulnak meg ezek a fejlesztések, részben pedig városi önkormányzati saját forrásokból. Most, ahol vagyunk, ez például Európai Uniós forrásból megvalósuló rendelőfelújítás, mindegy 90 millió forintból került erre sor. Számos az épületet, illetve az eszközparkot érintő felújítás, fejlesztés történt. Teljesen akadálymentesített lett, azt gondolom, hogy ez a mai világban már nagyon fontos és egyben elvárható is, és én bízom benne, hogy itt a környéken élők, hiszen itt az egyik legnagyobb városrészről beszélünk Székesfehérvár életében, látják, érzékelik a pozitív előremozdulást, és pontosan tudják, hogy ez a rendelői intézet is most már teljesen megfelel a 21. századi elvárásoknak. Megújult, teljesen átalakult ez a két rendelő és itt a hozzátartozó környezet. Milyen volt előtte, mekkora szükségét érezte annak idején annak, hogy megújuljon ez a rendelő? 50 évvel ezelőtt volt jelentősebb átalakítás itt, az ablakok már nem nyíltak, a biztosító szekrény olyan volt, amit múzeumban látott villanyszerelő utoljára, ahhoz képest hatalmas erőrelépés. Szerintem most a miénk a városban a legszebb rendelő, a betegek nevébe is azt hiszem köszönjük, meg az orvosok nevébe is. Rengeteg olyan műszert is kaptunk, ami majd a kapuüri szerepét az alapellátásnak növelheti, tehát kisebb terhet fogunk a betegek, hogyha bejönnek, olyan vizsgálatokat tudunk elvégezni, hogy csökkenthetjük a kórházba, a szakellátásba, a sürgőségi betegellátásra zúduló terhet, mert azoknak is rengeteg munkájuk van, de így egy kicsit többet tudunk majd átvállalni ezekkel az új modern eszközökkel. Illetőleg informatikai fejlesztések is voltak, sokkal szélesebb lett az internet, nagyobbak lettek a számítógépek, ami már elengedhetetlen a mindennapi betegellátásban. Az orvosok eddig is átjárhattak ugye a kettő rendelő között, de most ugye megnyitották az utat, ez miért lehet jó mondjuk a páciensek számára? A helyettesítés sokkal egyszerűbb, általában párba szoktuk helyettesíteni egymást, míg a másik helyiségbe egy csomót kellett várni a betegnek, míg egyik orvos átjutott a másik rendelőbe. Itt viszont azonnal át tud szaladni, hogyha az egyik kollega a beteg szabadságon van, akkor egyből tudunk menni és helyettesíteni a másik oldalon is. Tehát sokkal egyszerűbb lesz a helyettesítés megoldása. Egy újabb rendelő felújítása történhetett meg. Mit jelent a város életében, hogy most itt Marosegy városrészen újratott meg egy újabb rendelő, és ugye hát a kitűzött célokhoz egyre közelebb kerül a város? Amikor a Kégül tervet meghirdettük, akkor vállaltuk azt, hogy a város összes rendelőjét fel fogjuk újítani, és most már valóban jó úton tartunk. Ennek nem csak pénzügyi okai vannak, hogy ilyen szépen lassan megfontoltan kell haladni, hanem borzasztó nagy munkát és összeszervezést igényel az, hogy közben hogyan oldjuk meg a rendelőket, hogyan oldjuk meg a helyettesítést, oda a közlekedést, a régi rendelőkből a kipakolást, az iratok elhelyezését addig, úgyhogy még a türelmüket kérjük, de most már látszik az alagút vége. Ennek egy nagyon szép példája most ez a Batthyány úti rendelő, ami tényleg korszerű lett, akadálymentes lett. A beszerzett eszközök között a prevencióra szolgáló eszközöket is találhatunk, ilyen felmérőket, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez itt most megvalósulhatott. Mennyire vonták be egyébként az orvosokat, a háziorvosokat abba, hogy hogyan legyen, hogyan nézzenek ki ezek a rendelők, milyen átalakításokra lenne szükség, mert ha jól tudom, akkor egészen együttműködtek így az orvosokkal, és meg kikérték a véleményüket. Maximálisan a kezdetet
elsőtől fogva együtt dolgozunk, tehát amennyire az előírások, a tervek megengedik, maximálisan figyelembe vettük az ő kívánságaikat a rendelő kialakításában, a színválasztásban, a pályázatban eszközöket is lehetett vásárolni, tehát az eszközök megvásárlásánál is abszolút az ő kívánságaikhoz alkalmazkodtunk. Megújult rendelőben lehetünk itt. Mennyi ideig tartott ez a felújítás? A paciensek mit szóltak ahhoz, hogy egy kis időre, de a város másik részébe kellett elmenniük a rendelésre? Igazándiból fél évig tartott ez a procedúra, vagy öröm. És hát volt, akinek nehéz volt, volt, akinek könnyebb volt, próbáltunk segíteni természetesen, több gyógyszert írtunk fel, több hónapra írtuk fel a gyógyszereket, az ellátásukat, aki nehezebben mozgott, megoldottuk. Azt gondolom, hogy lényeges panasz nem érkezett, mindenki várta már, hogy újra itt lehessünk, illetve gondolom most majd megrohannak bennünket, hogy megnézzék, hogy milyen szép új a rendelő. Hogyan vett részt az itteni átalakításokban? Mi mindent kért itt, hogy megvalósulhasson, mire volt szüksége? Igazándiból, hál' Istennek, ezt egy jókor előkészítő munka előzte meg, tehát már másfél-két éve a tervrajzokat egyeztettük. Amikor a költözés zajlott, illetve a kivitelezés kezdődött, akkor mind a kivitelezővel, mind a belső építésszel, a humánszolgáltató kollégáival egyeztettünk. Én azt tapasztaltam, voltak közös egyeztetések, én azt tapasztaltam, hogy ha valamit szerettem volna, akkor ezeket el lehetett egyénileg intézni, tehát ezért van, hogy egyik rendelőben ilyen a csempe, másikban olyan, falszínek különbözőek, berendezés, csatlakozók, dugaljaknak a helye, helyszín, ezeket mind egyeztettük. Milyen technikai berendezések voltak szükségesek még az átalakításhoz, tehát hogy mi ez, ami még kellett az itteni rendeléshez, ami a színvonalat még tudja növelni? Alapvetően ugye a rendelő felújítása az egy elsősorban a 21. századot utolérő beruházás volt, és kényelmi funkciók, tehát ehhez tartozik a légkondicionálás, ehhez tartoznak a burkolatok, hangszigetelt ajtók, ami korábban nem volt meg. Az, amit az önkormányzat egy más forrásból beruházásként eszközöket biztosított számunkra, azok pedig igazándiból folyamatosan próbálunk fejleszteni, hiszen ugyanúgy, mint egy nyomtató változik, a meglévő eszközeink is elavulnak, valamit saját forrásból szerzünk be, hál' Istennek most volt önkormányzati támogatás erre, ennek keretében történt egy néhány eszköz cseréje vagy vásárlása. Eddig a paciensek a két rendelő között nem tudtak azért átjárni. Ezt most milyennek találja ezt a megoldást, hogy most azért hát így átjárhatnak, tehát van egy folyosó a kettő között? Ezt majd az élet eldönti. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy el kellett fogadni, hogy a két rendelő nem teljesen elszeparált ebből a szempontból, hiszen így lehetett a beteg mosdókat, illetve a mozgássérült mellékhelyiséget, illetve az akadálymentesítést megoldani. Én azt gondolom, hogy nem lesz az úgy, hogy mindenki folyamatosan át fog járni, és ez mint főbejárat szerepel, hiszen maguk a parkolási adottságok is olyanok, hogy nagyon sokan másik oldalon parkolnak, innentől kezdve ott neki sokkal könnyebb menni. Az élet eldönti, megpróbáljuk ezt is majd szépen megszokni, meg mederben tartani. A városrész önkormányzati képviselője szerint nagy szükség volt a felnőtt háziorvosi rendelő megújítására is. A gyermekorvosi rendelőket még évekkel ezelőtt felújították. Egy nagyon-nagyon alapos műszaki felújítás történt itt Maroshegyen. Tető, különböző elektromos vezetékek, fűtésrendszer, nyílászárók, és hát akik erre járnak, akár kívül, akár belül, láthatják, hogy építészetileg is egy nagyon modern, nagyon letisztult, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy képi világát tekintve is egy kifejezetten szép épület jött létre. De ennél is fontosabb, ahogy Brát doktor úr is elmondta, hogy egészségügyi szempontból is ez egy nagyon komoly fejlesztés volt, hiszen egy csomó olyan egészségügyi fejlesztés is történt, amit korábban a rendelők nem tudhattak magukénak. Én a városrész képviselőjeként és alpolgármesterként is azt gondolom, hogy egy városrészben nagyon fontos, hogy a különböző szolgáltatásaink, ezt most nem túl szépen kifejezve, de mégis szolgáltatások, a pici gyerekek körüli dolgaink, egy óvoda, az idősek körüli dolgaink, az idősek otthona, az iskolánk környezete és a rendelők, a gyermekrendelő, a kismamáknak, a védőnői szolgáltatás és az orvosi egészségügyi ellátás is
jó körülmények között legyen mindenféle tekintetben, és azt gondolom, hogy ebben a sorban talán ez volt most így intézmény tekintve az utolsó, de még nem dőlhetünk hátra, itt fog a rendelő előtt elmenni a Budapest-Balaton kerékpárút, és ennek az állami projektnek a keretében újul meg az iskola és a rendelő körüli környezet. Parkoló kialakítások várnak még ránk, pontosan annak érdekében, hogy akár a gépkocsival érkező betegek, vagy akár a szülők, akik hozzák reggel és a délutáni órákban jönnek a gyermekeikért, kényelmes körülmények között tudjanak parkolni, illetve megújul a Táncsics iskola és az orvosi rendelő közötti autóút. Ez nagyon fontos azért, hogy biztonságban legyünk itt a két intézmény környékén, de most örüljünk annak, hogy a mai nappal megindulhatott újra a rendelés, és még egy információt szeretnék eljuttatni a maroshegyiekhez, illetve mindazokhoz, akiknek itt van a betegkártyájuk Maroshegyen, hogy január 1-től dr. Orent Jácint helyett dr. Csőke Nóra doktornő lép be új orvosként. Egy fiatal, nagyon felkészült doktornőről beszélünk, mivel már egy picit ennek a híre kint van, én még ezt tenném mellé, hogy ez a változás 2020. január 1-től történik meg itt Maroshegyen, és természetesen köszönet a tervezőknek, köszönet a kivitelezőnek, aki azt kell, hogy mondjam, hogy aki majd idejön, látni fogja, hogy egy végtelenül igényes munkát adott át az itt élő embereknek. A kivitelezés során akadálymentesítették a rendelőket és környezetüket, átalakították a vizes blokkokat, átjárást alakítottak ki a várótermek között. A teljes gépészeti és villamos rendszert korszerűsítették, új nyílászárókat és hőszigetelést kapott az épület. Kedves nézőink, a mai adásunkban a Batthyány rendelőt ismerhették meg kívülről, belülről, hogy mennyire is újult meg az utóbbi időben. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!